Drámai törést hozott a tavalyi év a turizmusban az egész világon, így Magyarországon is. A koronavírus járvány második hullámában a kormány azonnali lépéseket tett a szektor megsegítésére. Ezt a segítséget a vendéglátóhelyek, a szálláshelyek, rendezvényszervezők mellett már a buszos vállalkozások és az utazásszervezők is megkapták, és egészen addig meg fogják kapni, amíg újra nem nyitnak. Fontos, hogy január 1-től a veszélyhelyzet végéig továbbra sem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást és idegenforgalmi adót fizetni. 2020-ban több tízzel sikeres pályázat több 100 milliárd forinttal segítette a vállalkozások és a családok tízezreit. Országszerte folytatódtak és most is zajlanak az attrakciók, a szálláshelyek, a vendéglátóhelyek, a turisztikai infrastruktúra fejlesztései. A kormány turizmust érintő támogatása eléri a 800 milliárd forintot, de a legjobb forgatókönyv szerint is legalább 10 hónap kell, hogy az ágazat el tudja érni a járvány előtti szintet, tette hozzá Guller Zoltán évindító beszédében. A kilátások azonban még így is aggodalomra adhatnak okot. Óriási lemorzsolódás van a szakmában, ezt már most látszik, mind munkavállalói oldalon, mind munkaadói oldalon. De most azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül 40% üzlet nem fog tudni már visszanyitni, vagy ha igen, akkor nagyon nagy nehézségek árán, és a szakmában az utolsó tartalékokat élik fel a kollégáknak a 70%-a. Tehát ez azt jelenti, hogy hónapon belüli tartalékokkal rendelkeznek. A szomszédos Romániában pedig még ettől is nagyobb lehet a baj. A frissen közzétett adatok szerint a külföldiek által eltöltött vendégészakák száma több mint 80%-kal, alig 960 ezerre esett vissza, a 2019-es közel 5 millióról. Erdély a romániai turista érkezések és vendégészakák több mint egyharmadát adta. A visszaesés mértéke itt is jelentős volt, még úgy is, hogy a tavaszi kijárási tilalom feloldása után beindult az idegen forgalom. De nem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből. Szervezett utazást nem csináltunk ebben az évben erre a területre, és még utasoktól sem hallottuk azt, hogy erre a területre utaztak volna egyénileg akár. Itt ezek a határmenti utazások most az idén szinte majdnem, hogy a nullával egyenlőek voltak. A korábbi években nagyon-nagyon sokan utaztak, ugye a csíksomlyói búcsúra a megyéből is külön buszok mennek, van egy vonat, ugye, amire nagyon sokan szállnak föl itteni lakosok is. Itt az előző évben én azt tudom mondani, hogy ha egy 2019-es évet nézünk, akkor többen utaztak, mint előtte 2018-ban. Hogy mi lesz a tendencia 2021-ben, azt szerintem most még előre nehéz megjósolni. A román statisztikák ugyanakkor a magyar-román határ mentén fekvő Párciumi megyékben kétszer akkora vendégforgalmat regisztráltak, mint például Székelyföldön. A szálláshelyek kapacitásának kihasználtsága terén országos szinten is kimagasló, közel 36%-os eredményt produkált Bihar megye.